Akkor én is üdvözlök mindenkit. Rácz József vagyok, az ELTE Pszichológiai Intézetében dolgozom, illetve a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán, illetve a Kékpont Alapítványnál. És a felépülés jelentéséről és felépülési útvonalakról fogok beszélni. Itt összeírtam, hogy körülbelül milyen témákról fogok beszélni, és röviden egy történeti összegzéssel kezdem. Aztán a felépülési modell jellemzőiről beszélek. Néhány dolgot fogok itt elmondani, aztán vitapontokról fogok beszélni, így inkább ezt szeretném hangsúlyosabbá tenni, hogy milyen viták vannak a felépüléssel kapcsolatban, milyen következmények vannak a kezelőrendszerre nézve, milyen felépülési útvonalakról beszélhetünk, hogy áll Magyarországon a felépülési diskurzus, egy szakdolgozat, vagy egy empirikus... Közel. Tehát akkor hallható, vagy jobban lehet hallani? Közel, jó. Tehát a felépülés diskurzusról, hogy Magyarországon egy empirikus vizsgálat alapján, és akkor három kitekintést szeretnék tenni majd. Az egyik az ausztrál példa a felépülés diskurzussal kapcsolatban, a felépülés nyelvjátékáról, illetve a pszichopolitikáról néhány szót mondanék. Akkor a történettel kapcsolatban, hát itt szó volt már a Jelinek modellről, tehát ugye a felépülésnek van egy régi modellje, ez az A-hoz kapcsolódik a Jelinek féle betegségmodellhez. Ugye a 30-as évek, 50-es évek, 30-as, 40-es, 50-es években vagyunk, ugye itt a krónikus progresszív betegségmodell, ami esetében a felépülésnél az absztinencia egy ilyen alapvető meghatározás, aztán az új felépülési mozgalomnál, vagy új felépülési modellnél, ugye a 80-as, 90-es évektől kezdődően alakult ki Amerikában, ahol már igazából nem is az addiktológiából indult el ez a felépülési mozgalom, hanem a pszichiátriából, ugye a túlélők, a pszichiátriai kezeléseket túlélők mozgalma indította el részben az egyik irány a felépülés szempontjából, aztán kevésbé radikálisan, vagy kevésbé ilyen erőteljesen a használói mozgalmak, a fogyasztói használói mozgalmak, ugye nem betegnek tartják magukat, hanem használónak, a pszichiátriai intézményrendszer használóinak, és aztán tulajdonképpen ez az alulról induló mozgalom alakította ki azt, hogy az amerikai mentális egészséggel foglalkozó rendszerben a felépülés egy ilyen központi tényezővé vált, és ennek a rendszernek része az addiktológia is. Tehát, hogy tulajdonképpen a pszichiátriától indult el ez az új felépülési modell. Amerikában főleg William White ennek a szószólója, vagy a fő kutatója, vagy képviselője, ő az abszinencia mellett az életminőséget és a jólétet is kiemeli, mint a felépülés részét, vagy összetevőjét, és a felépülési közösségek létét hangsúlyozza, a felépülés központi gondozási rendszerekről beszél. Itt hoztam egy képet, ami nem egy amerikai, hanem egy skót felvonulás, tehát hogy a felépülésben van egy ilyen, ebben a felépülési mozgalomban van egy ilyen ünnepség, egy ilyen büszkeség, egy ilyen megmutatni magunkat a stigma ellen is, egy ilyen elem is. Akkor mi a felépülésnek a lényege, vagy milyen összetevők tartoznak a felépüléshez? Itt néhány szerzőre hivatkozni fogok majd. Az egyik Petke Zsolt, aki a könyvéből, vagy a Petke Zsolté könyvéből a felépüléssel kapcsolatos összegzését hoztam ide, hogy néhány dolgot kiemelek. Az empowerment része a felépülésnek, tehát a választás, együttműködés, partnerség, egyéni probléma megoldás, az erőforrás központú segítés, ugye ez a pozitív pszichológiai megközelítés, fejlődés, növekedés, ami szintén ugyanezt tartalmazza, hogy a reményt szokták itt kiemelni, érzelmi és spirituális intelligencia, önmeghatározás, önfejlődés, önátalakítás, tanulás a hibáinkból, aktív megküzdés, az autonómia kérdése, a befogadás, azonosulás, közösséghez tartozás, kapcsolati háló, állampolgári tudat, hogy ezt nehéz lefordítani, ez a citizenship, hogy ez mit jelent,
magyarul. Tulajdonképpen arról van szó, hogy valaki alkalmassá váljon arra, hogy a közösségben az ügyeit tudja intézni. Egy olyan közösséget feltételezünk, amelyik egy akadálymentesített közösség, és mondjuk egy fogyatékkal élőnél nem feltétlenül az adott szeméről van szó, hanem mondjuk a hozzátartozóiról vagy a családtagjairól. A különbözőség, tisztelete, megbecsülése, a sérülékeny személyek védelme, család és gondoskodó személyek bevonása. Aztán egy másik megközelítést is, Bodrogi Andrea, Harangozi Judit és Bojáki Tünde, illetve Falunnak a megközelítés, hogy az addiktológia, a közösségi addiktológiai kézikönyvben szerepel ez a táblázat, amiből egy részt hoztam csak. Itt hasonló elemekkel találkozunk, mint az előzőekben, azzal a különbséggel, hogy talán közelebb van a mindennapi gyakorlathoz ez a megfogalmazás, amit itt Bodrogi Andráék hoznak. Tehát a személyes szabadság, szabad döntés, méltányosság kérdése, a kompetencia, önsegítés, közösségi integráció, a természetes kapcsolatrendszernek a kiemelése, illetve az explicit módon megjelenő antistigma kezdeményezés vagy alacsony stigmájú beavatkozásoknak a preferálása. A középső osztopban látjuk, hogy milyen attitűdök kapcsolódnak ehhez, a jobb oldalon pedig olyan példákat, hogy a jó gyakorlat, felépülési központú jó gyakorlat milyen elemeket tartalmazzon. Tehát, hogy ez kicsit másfajta a megközelítés, mint a Petke Zsolt által leírt. De a lényegét tekintve hasonló, csak a megközelítésben látunk különbségeket. És akkor még hoztam néhány ilyen definíciószerű meghatározást, amiket nem fogok felolvasni, csak néhány elemet írtam be a táblázatba is. Tehát, hogy különböző amerikai kormányzati szervekről, illetve ügynökségekről van szó, ahol a felépülést definiálják, tehát, hogy megjelenik itt az elsőnél a felépülés kettős koncepciója, tehát a pszichiátriai betegségekre és az addikciókra. Itt a változást emelik ki, az egészség és a jólét kapcsolatát, az önmagunk által irányított életet, tehát az adott személy önmaga által irányított, szabadon választott életről van szó, törekvés a teljes potenciál elérésére, vagy a következőnél megint az egyénre szabott szándékos vagy akaratlagos változtatást emelik ki, a fenntartott erőfeszítést. Ez a CHIME rövidítés, ez valószínűleg sokak számára ismerős, mert sokat használjuk a mindennapi életben is. Ugye a kapcsolat, remény, identitás, értelmes élet és az empowerment betűszavakból, az angol betűszavakból alakul ki ez a fogalom. Ugye ez már közel van nagyon a klinikumhoz, tehát itt már nagyon sok olyan erre a CHIME modellre nagyon sok mérőeszköz épül, tehát hogy ezeket így mérni is próbálják. És akkor az abszinenciával kapcsolatban olyan fogalmakat, vagy olyan konszenzus paneleket hoztam, itt a Betty Ford intézetnek talán a leginkább ismert a meghatározása, ahol ugye megjelenik az abszinencia, mellette az is, hogy a személyes egészség, vagy ez a bizonyos állampolgáriság fogalma, vagy a következő fogalom, következő intézménynél szintén az abszinencia, de itt kétfajta felépülést különböztet meg, egy ilyen alapvető felépülés, ahol a negatív érzések kezeléséről van szó, alkohol vagy drog nélkül, illetve egy ilyen gazdag felépülésről, egy ilyen gazdagított fogalomról, ahol már a felelősségvállalásról, illetve a változtatásról, változtatás lehetőségéről is szó van, mármint az egyén erre alkalmassá válik, illetve egy angol példát, ahol a többféle felépülés útvonalat hangsúlyozták, illetve a fenntartó kezelést is a felépülés részének tartották, tehát valaki fenntartó kezelésben részesül, az is felépülő lehet. És akkor a magyar szakirodalomból hoztam néhány példát. Ugye Kelemen Gáborék és Bérdős Mártáék elsősorban terápiás közösségek vizsgálata kapcsán jutottak ezekhez a megállapításokhoz, itt a kapcsolatrendszert emelem ki, az egészséges önfigyelem, önfegyelem kérdését, az értelmes szenvedés kérdését, amire majd még visszatérek, a generativitás, ami a jövendő nemzedék iránti felelősségvállalást jelenti, ami az is benne van, hogy lesz jövendő nemzedék, tehát hogy van egy pozitív jövőkép. Nagy Zsoltnak a kutatásaiból a józanságmunkát emelem ki, önmeghaladás, és aztán ugye Nagy Zsolt egy ilyen nagyon komplex kulturális rendszerben kezeli a felépülést, ahol józan beszédkódról beszél, józan értékrendről, józanságról, mint diskurzusról. Én két kutatásunkat hoztam ide, az egyik a tapasztalati szakértőknél, ahol a felépülés egy ilyen munka, élethosszig tartó munka és tanulás,
ami egy önismeret kialakításához vezet, hogy az önismeret ez már, ebben már benne van a kliensekkel végzett munka is, és a hanghallókkal kapcsolatos kutatásokat is idehoztam, ahol ők is felépülőnek tartják magukat, ők a felépülésben a hanghalló módszert, tehát egy speciális módszert emelnek ki, illetve az ehhez kapcsolódó önismereti csoportot, tehát ez egy önsegítő csoportnak egy speciális formája. Tehát, hogy náluk az önsegítő csoport, vagy az önismereti csoport nem olyan egyértelmű, mint mondjuk a függőségek esetében egy önsegítő csoport, tehát mint a hanghallóknál. És akkor milyen vitapontok vannak a felépüléssel kapcsolatban? Az egyik vitapont, hogy mondjuk az amerikai kábítószer kezelő rendszerekben, hogyha valaki a kábítószertől abszinensé válik, de iszik, akkor az lehet-e felépülő? Vagy nem iszik, de dohányzik, akkor lehet-e felépülő? Ugye ez azt mondom, Magyarországon is egy kérdés, hogy valaki dohányzik, akkor lehet-e felépülő? Aztán itt van a viselkedési addikció kérdése. Ugye a teljes abszinencia viselkedési addikcióknál nem lehetséges. Tehát itt a munka addikcióra gondolhatok, vagy a futás addikcióra. Ugye azért is érdekesek ezek, hogy az A körében fedezték fel ezeket, maguk az A tagok fedezték fel ezeket, de ugye nem lehet teljes abszinencia, vagy az ételaddikciókra gondolunk, ott is nehéz elképzelni a teljes abszinenciát. Tehát, hogy felvetnek olyan kérdéseket, amik a kémiai addikcióknál kevésbé jelennek meg, de itt elég egyértelműek. Ugye megjelenik a kérdés ez is, de ez inkább csak Magyarországon, hogy a pszichoaktív gyógyszerek azok milyen szerepet töltenek be a felépülésben, tehát a felépülőnek el kell lehagyni az antipszichotikumokat, vagy a depressziót kezelő gyógyszereket, vagy akár a fájdalomcsillapítókat, hogy ha ezeket szedi, akkor lehet felépülésről beszélni, de ez így nem nagyon szokott nemzetközileg megjelenni ez a kérdés. Aztán visszatérve még az abstinenciára, hogy melyiket hangsúlyozzuk a felépülésben, az abstinenciát vagy az életminőséget. Az életminőségnek mi a szerepe a felépülésben, már ilyen definíció szintjén. Aztán a gyógyszerrel támogatott állapotokhoz még kicsit visszatérve, a gyógyszer használathoz, de kicsit más értelemben, mint az előbb. Tehát, hogy a fenntartó kezelésben résztvevő, tehát a metadon fenntartó kezelésben résztvevő heroin függő, az vajon felépülésben van vagy sem. Vagy olyan alkoholbeteg, vagy nagyivó, aki sóvárgás csökkentő gyógyszeres kezelésben részesül hosszú távon, ő vajon felépülésben van, vagy sem, tehát lehet-e használni a felépülés kifejezést vele kapcsolatban, vagy sem. Aztán egy elhatározás és a felépülésben lenni, tehát ugye két állapotról van szó, hogy aki elhatározza, hogy felépülésben, hogy ő a felépülést választja, akkor lehet-e rámondani, hogy ő már felépülésben van, vagy csak egy idő után lehet, hogy amikor már felépülésben van, tehát amikor már bizonyos változókban megjelennek a felépülésnek az eredményei, tehát akkor lehet mondani rá azt, hogy felépülő, vagy bizonyos időre van szükség, egy-két évre, vagy itt ugye az 5 évet szokták mondani, hogy az 5 év után már egy ilyen stabil felépülésről beszélhetünk, vagy akár 10 éves időtartam után beszélhetünk-e felépülésről, viszonylag stabil felépülésről. Ugye tudjuk azt, hogy akár évtizedes felépülés, vagy évtizedes abszinencia után is történhet visszaesés, illetve hogy nagyon sok ember, krónikus függők, ugye nem érik el a stabil abszinenciát, tehát tudom én, egy vizsgálatban 33 éves követést alkalmaztak, ugye terápia utáni időszakot néztek meg, heroin használók esetében a felük érte el az abszinenciát, a felük pedig nem érte el az abszinenciát, vagy más olyan klinikai csoportokról is szó van, ahol sok éves vagy évtizedes követés után a klienseknek csak egy része éri el az abszinenciát, úgyhogy hogy mondjuk 3 évig vagy 5 évig abszinens valaki, tehát nagyon sokan vannak olyanok, akik egy-két évig abszinensek, és utána egy-két évig visszaesnek, megint néhány évig abszinensek, megint visszaesnek. És akkor vajon mikor lehet beszélni felépülésről? Csak akkor, amikor abszinensek, vagy akkor is, amikor éppen visszaestek, de az éppen visszaesés lehet, hogy egy-két évig tart. Tehát, hogy akkor kizárjuk őket a felépülésből, és akkor, amikor megint abszinensek lesznek, akkor megint visszavesszük őket, vagy lehet használni rájuk az abszinens kifejezést. Egy másik kérdés, ami itt sokszor előjön a szakirodalomban, hogy mennyire egy ideális cél tűzünk ki a felépülők számára. Tehát amik itt elmondtam, kutatások, vagy ilyen konszenzuspanelek, hogy egy ilyen szuperhumán képességet tulajdonítanak a felépülőknek, hogy ilyen egészen elképesztő célokat kellene elérniük, és elképesztő módon kellene viselkedniük, vagy olyan módon
viszonyulniuk egymáshoz és a világhoz is, tehát egy ilyen emberfeletti célokat tűzünk ki, vagy pedig az a cél, hogy amit sokan úgy fogalmaznak meg a felépülők, hogy én olyan akarok lenni, mint a többi ember, ugyanolyan normális, ugyanolyan egészséges, ugyanolyan átlagos, tehát hogy akkor mi a cél a felépülésben. Egy másik kérdés, hogy a felépülést egy eredménynek tekintjük, vagy egy folyamatnak, vagy hozzátartozik a felépüléshez, hogy valaki elhagyja a terápiát, tehát mondjuk kilép a terápiából, és akkor utána beszélünk felépülésről. Tehát itt megint olyan tényezők játszanak szerepet, amik ugye azt mondják, hogy olyan csoportok, amik azt mondják, hogy tessék elhagyni a terápiát, és visszamenni dolgozni, és akkor leszel felépülő majd. Majd ez a kérdéshez még visszatérek. Aztán itt van az alacsony kockázatú ivás kérdése, tehát valaki egy terápia után nem tűnik el az ivása, hanem egy alacsony kockázatú mértékletes ivás marad fenn, vagy régebben egy kontrollált ivásnak is szokták nevezni, használható-e esetükben a felépülés. Tehát, hogy mindenféle területen az életük jobbá vált, az életminőségük javult, az alkoholfogyasztásuk is jelentős mértékben javult, de megmaradt egy alacsony kockázatú ivás, egy mértékletes ivás, és akkor használható-e a felépülése az esetükben, vagy sem. Itt olyan kutatásokra gondolok, ahol például a kutatók azt mondják, hogy van abszinens felépülés és nem abszinens felépülés. Tehát, hogy a kutatók szintjén ez olyan egyszerűnek tűnik, hogy akkor ezeket az alacsony kockázatú ivókat, akiknél ugyanakkor a társadalmi funkcionális szintje magas, hogy ők rájuk azt mondják, hogy ők a nem abszinens felépülők. De ugye a kutatók azok más szinten mozognak, mint ezek a konszenzus panelek, ahol mondjuk kizárják azokat, akik isznak a felépülés koncepciójából. És akkor egy másik kérdés lehet, hogy például akkor nem az alacsony kockázatú ivók, hanem a magas kockázatú ivók, azokra használható a felépülés koncepciója. Tehát itt ugye már azt is látjuk ezeknél a kérdéseknél, hogy az is felmerül, hogy mennyire lehet mérni ezeket a változókat, vagy ezeket a tulajdonságokat, amik a felépüléssel együtt járnak. Tehát itt jobb oldalon felsoroltam néhány területet, ahol felmerül a mérésnek a problémája, hogy a szerhasználatot, az egészségi állapotot, szociális kapcsolatokat, a közösségbe való bevonódást, foglalkoztatottságot hogyan lehet mérni, vagy a bűnözést hogyan lehet mérni, szubjektív jellemzőket mennyire lehet mérni, akár ilyen megélt tapasztalatokat is, mondjuk egy kvalitatív kutatásban is, tehát hogy valaki elhatározza, hogy felépülő lesz, vagy elhatározza magát a felépülésre, akkor azt lehet-e mérni már ebben a fázisban, vagy pedig várni kell egy bizonyos időt, amíg valami történik az illetővel. És akkor az utolsó kérdéshez még egy irodalmi hivatkozást is hoztam, vagy egy kicsit konkrétabban is bemutatom, mert egy elég jó példa arra, hogy mi van ezekkel a nagyivókkal, akik egyébként jól működnek a társadalmi életben. Tehát ez egy olyan kutatásból származik, ahol egy terápián vettek részt a résztvevők, és a terápiából kikerülteknél többféle csoportot azonosítottak. A ritka nem súlyos ivókat, tehát ez a klasszikus eredmény, tehát hogy nem isznak és jól funkcionálnak. Ezeknek az is érdekes volt, hogy ezeknek csak egy része abszinens, tehát hogy itt is voltak azok, akik iszogattak, tehát nem állandó jelleggel, meg nem folyamatosan, de itt is voltak, akik ittak, és ezek az ivási epizódok, ezek nem visszaesést jelentenek, tehát nem esik vissza egy-két ivás után egy ilyen súlyos ivás nem tér vissza, hanem megmarad a magasan funkcionálás a társadalomban, és megmarad az alacsony szintű ivás is. Tehát őket azt szoktuk mondani, hogy ők jelentik az eredményt. Aztán van egy olyan csoport, amelyik súlyosan isznak és alacsonyan funkcionálnak. Tehát, hogy tulajdonképpen náluk nem történt változás. Aztán akik alacsonyan funkcionálnak, de keveset isznak, tehát hogy náluk az ivásban csökkent, tehát az ivásban látszik az eredmény, csökkent az ivás, viszont a funkcionálás az nem sikerült elérni. Közöttük is vannak abszinensek, tehát ez megint egy kérdés, hogy ők abszinensek, de rosszul funkcionálnak. Akkor vajon ők felépülők-e? Tehát, hogy ők nem isznak, de nem is a terápia abban az értelemben nem volt hatásos, hogy nem lettek jól funkcionálók, de abszinensek, hogy vajon velük kapcsolatban lehet-e használni a felépülő kifejezést. És akkor itt van ez az utolsó csoport, akik,
akik súlyosan isznak, tehát 4-5 nap, 4-5 italt isznak naponta, viszont magasan funkcionálnak. Tehát a terápia eredménye az, hogy az ivásuk nem változott, de a funkcionalitásuk jelentősen nőtt. Vagy hát az ivásuk is esetleg a vagy csökkent a 4-5-höz képest, ők többet ittak korábban, de hogy magasan funkcionálnak, és hogy mit jelent a magasan funkcionálás, ott jobb oldalon látható, tehát jobb a társadalmi működésük, munkanélküliség, kisebb körükben kevésbé szoronganak, depressziósak, kevesebb kognitív nehézséggel küzdenek, jobb az élettel való elégedettségük, jobb életkörülmények között élnek, több szabadidős tevékenységük van, de isznak. Tehát, hogy velük kapcsolatban használható-e a felépülés koncepciója, vagy nem. Tehát itt ugye a szerzők azt a kérdést teszik fel, hogy már címben is, hogy használható-e ezekre a jól funkcionáló súlyos ivókra a felépülés koncepciója. Tehát ez is egy kérdés lehet. Egyébként nem biztos, hogy mindenkire kell használni a felépülés fogalmát. Itt azért szoktak erről beszélni, hogy a felépülés fogalmát használjuk-e vagy sem, hogy mennyire csábító a felépülés mondjuk az ivók vagy a szerhasználók részére, tehát mennyire tudjuk a terápiába vagy valamilyen segítő programba bevonni őket egy ilyen csábító programmal, vagy felépülés, vagy pedig mennyire zárjuk ki a felépülésből. Tehát ugye nagyon sokan azért nem vállalnak abszinencia-orientált kezeléseket, mert nem akarnak abszinensek lenni és örökre lemondani az alkoholról például. Tehát akkor ez egy kérdés, hogy őket akkor úgy, ahogy van ezt a csoportot, kirekesztjük a terápiákból, vagy felkínálunk más lehetőségeket számukra. És akkor milyen következmények vannak a kezelőrendszerre nézve? Tehát ez a felépülési modell azt hangsúlyozza, hogy az akut ellátást, ez a forgóajtószerű ellátás, ez nem hatékony, tehát hogy állandóan visszaesnek a szerhasználók, tehát egy hosszú távú folyamatos gondozásra lenne szükség, egy felépülés központú ellátásra. Tehát, hogy a hosszú távú folyamatos gondozás ez nem is elég még önmagában, hanem egy olyan ellátásra van szükség, ahol a felépülés van a középpontban, tehát a segítők és a kliensek is ezt a modellt követik, de még ez sem elég, hanem azt a felépülési szemléletet ki kellene terjeszteni a teljes népességre, tehát ami azt jelenti, hogy a szerhasználatot csökkenteni, vagy a szerhasználattal kapcsolatos attitűdöket ilyen negatív irányba változtatni, még az egészséggel kapcsolatos attitűdöket, vagy az egészségváltozással kapcsolatos attitűdöket pedig pozitív irányba fordítani és bátorítani az egészség célú viselkedés változást. Tehát a felépülés központú modell az nem áll meg a kezelő rendszerénél, hanem egy ilyen nagyobb társadalmi összefüggése is van. Viszont itt előjönnek bizonyos félelmek éppen a finanszírozással kapcsolatban. Tehát azok a félelmek, hogyha az önsegítő csoportok ilyen jól működnek, azok kvázi ingyenesek, akkor nem kell az egész addiktológiai kezelőrendszert finanszírozni, hanem az emberek menjenek, ne kezelőintézményekbe menjenek, hanem menjenek az önsegítő csoportokba, és akkor ott felépülnek, és az nem kerül semmibe. Tehát, hogy ezek a félelmek jönnek elő ezzel a felépülési modellel kapcsolatban. És akkor milyen felépülési útvonalak vannak? Erről csak röviden, ez egy európai vizsgálat alapján készült, ahol néhány országban megnézték, hogy a kezelési programokat nyújtó szakemberek, illetve a kliensek milyen programokban vesznek részt. Tehát vannak a 12 lépéses programok, vannak a sorstárs alapú felépülési támogatást nyújtó, tehát nem 12 lépéses programok, tehát például a Smart Recovery, a bentlakásos intézmények, a terápiás közösségek, a közösségi kezelőrendszerek, amik főleg ambuláns kezelőrendszerek, ezek lehetnek abszinencia-orientáltak, vagy fenntartó kezelést nyújtó intézmények, illetve van a természetes felépülés. És akkor ezeket hogyan lehet jellemezni? Itt bal oldalon alul szerepelnek ezek a jellemzők. Tehát, hogy a résztvevők felépülőnek nevezik magukat, vagy nem, vagy felépülteknek nevezik magukat, vagy felépülésben levőnek nevezik magukat, mennyire játszanak szerepet csoportalapú kezelések, milyen a sorstárs csoporthatás, milyen szakmai hatások vannak, milyen költségek merülnek fel. Ugye a legdrágábbak a bentlakásos intézmények, a közösségi kezelőrendszer az egy ilyen közepesen drága ellátást nyújt, mennyire abszinencia-orientált kezelésekről van szó, mennyire foglalkoznak ezek a kezelések más témával is, tehát mondjuk a foglalkoztatás vagy a lakhatás támogatásával, illetve mennyire kerül előtérbe az antistigma megközelítés. És ezeket így nem
részletezem így egyenként, hogy mi melyiket nyújtja. És akkor egy empirikus vizsgálatról szeretnék beszélni, ami Ferenczi Borbála szakdolgozata volt, amit most írt ebben az évben az addiktológiai konzultáns képzésen. Ő a felépülés, mint diskurzust vizsgálta Magyarországon két területen, egy szakpolitikai és egy szakmai diskurzust vizsgált. A szakpolitikai diskurzusban 2000 és 2020 között megjelent három drogstratégiát, tehát ugye a 2000-es, a 2013-as jelenleg érvényben levő drogstratégiát, illetve azt a bizonyos nem végrehajtásra nem kerülő drogstratégiát is vizsgált, illetve az ezzel kapcsolatos különböző országgyűlési és más jogi dokumentumokat, fókuszpont jelentéseket, amik ehhez a szakpolitikai diskurzushoz kapcsolódnak, és más szakpolitikai anyagokat. Itt azt tapasztalta, hogy egy ilyen polarizáló gyakorlat jelenik meg, hogy a szakemberek részben kiszorultak, részben kivonultak a diskurzusból, és egy olyan jól behatárolt kommunikációs mezőbe kerültek, amiben a hazai addiktológia alacsony létszáma és zárt jellege miatt jellemzően ugyanazok a szereplők beszélnek. Körülnézek, hogy kik van. És akkor ebből a sajátos kommunikációs mezőből a politika, mint inkompetens, támogatásokat megvonó szereplő diszkriminálva van, a politikai diskurzusokban pedig a kormányzat nem engedik be a szakmai jelentős részét, mert azt gondolja, hogy ők ilyen drogliberalizátorok, és kizárja őket. Tehát ilyen kölcsönös kizárás van Ferenczi Borbála vizsgálatai alapján. Egy másik területen, a szakmai diskurzusokban pedig részben könyveket vizsgált, részben a Matarka adatbázisban a függőséggel, tehát különböző kulcsszavak alapján vizsgált a függőséggel kapcsolatos cikkeket, és így azonosított 79 forrást, és akkor itt az a kérdés merült fel benne, vagy azt állapította meg, hogy megjelenik a függőség, mint egy trend, tehát hogy ez egy divat, vagy pedig ez egy teljes körű és egyenre szabott megoldás és gyakorlat, tehát hogy egy ilyen ingadozás van a szakemberek között. A felépülő függők szerepéről is tett megalapításokat, hogy a felépülő függők közvetlenül csak akkor léphetnek be a szakmai kommunikáció szintereire, ha saját élményű segítők kommunikációjukat ebben az esetben az elfogadásért vívott küzdelem, illetve a régi, a biomedikális és az új felépülés központú megközelítés közti harc megélése jellemzi. A diskurzus fehér köpenyes szereplői, azaz orvosok, pszichiáterek közléseikkel leggyakrabban az integrációra való törekvés képviselőjeként jelenítik meg magukat. Hát ez is egy olyan téma, amivel foglalkozni tudunk esetleg. És akkor a kitekintésben három példát szeretnék mondani. Ez egyik az ausztrál példa, azért pont Ausztrália, mert ők írták le ezt a tapasztalatukat. Tehát Ausztráliában a felépülési diskurzus, vagy a felépülési modell így felülről jelent meg, tehát hogy voltak olyan drogpolitikai szakemberek, akik azt mondták, hogy legyen Ausztráliában felépülés, mert ez milyen jó. És akkor ott az Ausztráliában nagyon erősek az ártalomcsökkentésre foglalkozó szervezetek, a szakemberek körében is nagyon erős az ártalomcsökkentés. Tehát például a definícióból ugye a szakmai viták során kivették az abszinenciát, és beletették az ártalomcsökkentést, illetve az ártalom minimalizációt. És hát náluk jelent meg ez a kérdés, illetve hogy a felépülés támogató csoportok szerepét is csökkentették, mert Ausztráliában kevés ilyen csoport van, ugye Amerikában nagyon sok ilyen van, Ausztráliában nincs ilyen csoport, illetve hogy tulajdonképpen felismerték a kormányzat szándékát, hogy ezzel az egész felépülés modellel a cél az, hogy megvágják a költségvetést, tehát azzal, hogy az önsegítő csoportok azok ingyenesek, és nem kell itt különösebben támogatni a kezelőrendszert. Tehát, hogy tulajdonképpen volt egy ilyen szándék a drogpolitika részéről, és akkor ezt a szakemberek, illetve a civil szervezetek ezt megakadályozták. De közben a felépülés koncepció is más lett, mint Amerikában. És akkor egy utolsó, vagy még a nyelvjáték kifejezés, nyelvjátékról, ugye Wittgensteinhez kapcsolódik ez a nyelvjáték kifejezés, ahol tulajdonképpen arról van szó, hogy egy szó jelentését a használatának a módja határozza meg, tehát nem a szótárban nézzük meg, hogy egy szó mit jelent, hanem azt nézzük meg, hogy hogyan használják az emberek. Tehát itt a felépüléssel kapcsolatban is, vagy a függőséggel kapcsolatban is azt láthatjuk, hogy például ezek a konszenzuspanelek, vagy ezek az ideológiai szinten megjelenő definíciókban milyen szigorú és milyen
ilyen fantasztikus definíciók jelennek meg, ugyanakkor például a kutatók is másokkal pragmatikusabb szinten használják, ugye abszinens felépülésről vagy nem abszinens felépülésről beszélnek, és megint más a, mondjuk a klinikumban, ahol a segítők másképp használják a felépülés vagy a függőség kifejezést, vagy a kliensek másképp használják, tehát hogy különböző nyelvjátékok vannak, ahol nem biztos, hogy össze lehet keverni a különböző szintű vagy különböző közösségekben zajló nyelvjátékokat, tehát hogy mást értenek ebben az ideológiai mezőben, és mást értenek a, mondjuk a klinikumban függőség alatt vagy felépülés alatt. És akkor a harmadik kitekintés az a pszichopolitikával foglalkozik, hogy tulajdonképpen így a felépülés modellnek is egyfajta kritikája, vagy a felépülési modell is része lehet egy ilyen általános pszichopolitikának. Ugye ez a pszichopolitika kifejezéséhez Byung-Chul Han nevéhez fűződik, aki egy dél-koreai, de Németországban, illetve Svájcban élő filozófus, aki ugye ezzel a pszichopolitikával kicsit utal Foucault biopolitika kifejezésére. Ugye Foucault a fegyelmezés társadalmáról szól, a szükségletekről, a kellekről, hogy hogyan fegyelmezi a társadalom az egyént, a kellekkel, hogy miket kell csinálnia, és Han szerint a neoliberalizmusra, a jelenkori neoliberalizmusra, a teljesítmény társadalmára inkább a lehet érvényes, az I can do it, tehát hogy a lehetnek nincs határa, tehát hogy a kellnél megteszem azt, amit meg kell tennem, és akkor utána engem békén hagynak, a lehetnél viszont a lehetnek nincs határa, tehát az önkizsákmányolásnak nincs vége, tehát lehetnek elérem a végét, de akkor újra azt mondom, hogy de még mindig lehet többet. Tehát egy ilyen önkizsákmányoló egyént feltételez Han, aki a saját vállalkozásának önkizsákmányoló munkatársa, hogy fogalmaz, és mindenben ez az aktiválni, motiválni, optimalizálni, tehát ez egy a pszichi kizsákmányolásához vezet, tehát a pozitivitás túltengéséről beszél, a pozitivitás diktátumáról, a pozitivitás erőszakjáról beszél, tehát hogy ez mindent áthat, és ennek a következménye az, hogy az emberek kiégnek, depressziósok lesznek, tehát ha minden lehetséges, akkor valaki nem tud ezt a minden lehetséges nem tudja teljesíteni, nem tud mindenki önmaga lenni, vagy belefárad abba, hogy önmaga legyen, akkor depressziós lesz, vagy kiég, tehát hogy a depresszió, a kiégés, az ADHD, vagy a borderline, Han szerint a jelenkornak a problémája szemben a fegyelmező társadalommal, ahol az őrültek meg a bűnözők voltak ilyen problémás csoportok. Tehát ezért is tartom fontosnak, hogy Kelemen Gábor az értelmes szenvedést is hangsúlyozza a felépüléssel kapcsolatban. Ugye Han is azt mondja, hogy szükség van negativitásra is ebben a mindent túltengő pozitivitás közepette, hogy a fájdalom és a tapasztalat része, tehát hogy a negativitásról is beszélni kell, nem csak a pozitivitásról, tehát hogy van egy ilyen veszélye ennek a felépülési modellnek, hogy a pozitivitás túltengése így nagyon végül is egy ilyen kiégéshez, vagy depresszióhoz vezeti akár a segítőket, akár a klienseket. Köszönöm a figyelmet!